Jézus nevére, hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ma július 31-én Loyolai Szent Ignác áldozópap emléknapját ünnepeljük. Ignác 1491-ben született Loyola várában, Spanyolországban, Baszkföldön, katonai pályára lépett. 1521-ben Pampelona várának védelmében megsebesült, ágyugójó eltörte a lábát, a hosszas ágyban fekvés számára életfordulót jelentett. Olvasta Jézus életét, meg a szentek életét, mert nem volt más könyv, és ez elgondolkoztatta és megtért. A Monserrati kolostorban életgyónást végzett, aztán egy manréza melletti barlangban vezekelve fedezte föl a lelki életnek azt az útját, amit a lelki gyakorlatos könyvben megírt. Egy szentföldi zarándoklat után kezdte meg iskoláit, hogy pappá szenteltethesse magát. 1534-ben 6 társával megalapította a Jézus Társaságot, amely az újkor egyik legeredményesebb rendje, az egyháznak abban a nehéz időszakában igazi védőbástyája volt a katolikus hitnek. Ignác 1566. július 31-én halt meg Rómában, sírja a római jezsuita templomban van. Egy-két éve végigolvastam egy előadás sorozatot, amelynek az volt a címe a katolikus reformáció. Ez azt mutatta meg, hogy milyen állapotok voltak a katolikus egyházban a reformáció előtt, milyen törekvések támadtak a katolikus egyházon belül az egyház megreformálására, és hogyan folytatódtak és fejlődtek ezek a törekvések a protestáns reformációval egy időben. Tehát nem foglalkozik a protestáns reformációval, azzal, amit a katolikusok tettek az egyház megreformálására. Kicsit fából vaskarika, ugye olyan, mintha megírná valaki a 20. század történetét a két világháború nélkül, de mégis rendkívül érdekes volt erről az oldalról nézni a dolgokat, tehát nem a protestánsokkal folytatott viták szempontjából, hanem hogy mit tettek a saját egyházuk megreformálására azok, akik az egyházhoz hűségesek maradtak a katolikus tanításhoz. És itt döbbentem csak rá arra, amit hát azért kellett egyháztörténelemből tanulnom, hogy milyen mérhetetlenül nagy volt a jezsuita rend szerepe az egyház megreformálásában. Ugye egészen új dolgok születtek, nem tudom, el tudjuk-e képzelni az elvilágiasodásnak és a visszaéléseknek azt a mértékét, ami az egyházban uralkodott a reformáció előtt, és ami provokálta a reformációt. Ugye az, hogy a papi szemináriumokat például, ahol a papok egy felső szintű képzést kapnak teológiából, és csak utána szentelik pappá őket, amit ma már magától értődőnek tartunk. Ez csak a trentói zsinat vezette be a reformáció idején. Azelőtt nem voltak. Tehát egy falusi pap az majdnem ugyanolyan tudatlan volt, mint a falusi írástudatlan hívei, azt leszámítva, hogy ő tudott olvasni, és annyit tudott a latinból, hogy el tudjon egy misét végezni. De teológiailag nem volt tájékozottabb. Volt jámborság, meg ájtatosságok, meg minden, de nem volt ennek egy határozott iránya vezetése. Ez mind úgy született aztán már a reformáció idején, hogy ellenreformáció, ez talán nem jó kifejezés,
de a szerző a katolikus reformáció kifejezést használta, hogy a jezsuitáknak az volt az igen nagy szerepük, hogy iskolákat alapítottak, ezekben az iskolákban olyan képzést adtak, ami újszerű volt, nagy szerepet játszottak benne, például a tanulók által előadott színdarabok, amik képviselték is a katolikus eszmét, de ugyanakkor egy újszerű pedagógiai eszközt jelentettek. És ezek az iskolák olyan sebességgel terjedtek, hogy az előadó ottan elmondta az ő történészi adatait, hogy különböző országokban hogy kerültek sorra, bevezetésre ezek az iskolák, még nem katolikus iskolákban is, olyan országban, mint Poroszország, amelyik a reformációt tette magáévá, vagy Oroszország, amelyik ortodox volt és egyáltalán nem katolikus, ott is a jezsuita iskoláknak valami különleges jelentősége lett, és aki az ifjúság, azért a jövő. Pázmány Péter, akinek köszönhető az, hogy Magyarországból végül is katolikus többségű ország lett. A reformáció idején már egyszer protestáns többségű ország volt, és Pázmány idejében ment végbe a fordulat. Pázmány Péter protestáns volt, de jezsuita iskolába járt, ott meggyőződött a katolikus hitről, katolizált, aztán jelentkezett jezsuitának, és hát végül is ugye esztergomi érsek lett, és a magyar úgynevezett ellenreformáció legfőbb harcosa és irányítója. Hihetetlen, hogy mit művelt ez az ember maga jezsuita képzésével, hihetetlen, hogy mennyire megadta a választ a különböző támadásokra a katolikus hit ellen. Ma is érvényesek ezek a válaszok, és érdemes megismerni és megtanulni őket. Nagyon szabad, óriási tudásra való, számítógéppel se lehetne annyi idézetet előhívni a tárgykörből, amit ő számítógép nélkül megtett, ami hihetetlen tudása volt, és jól alkalmazta, meggyőzően fogalmazta. Az ő érvei előtt hajolt meg aztán nagyon sok tanult ember, nagyon sok előkelő magyar, és így lett a többsége az országnak, így lett katolikus. Tehát a jezsuita rendnek valami hihetetlenül nagy szerepe volt ebben az egészben. El se tudjuk képzelni mai fejjel, mert azok a vívmányok, amiket ők hoztak, azok be vannak épülve most már az egyházban, és magától értődőnek tartjuk őket, de azelőtt nem voltak. És erre Isten kiválasztott magának egy ember, egy világias életű katolatisztet, akinek egy ágyugójó kellett, és egy kétszer is eltört láb ahhoz, hogy megtérjen. Amikor azonban megtért, akkor igen mély misztikus tapasztalatokat kapott, látomásokat, nagyon jól otthon volt a misztika világában, végül azonban egy katonás rendet alkotott, amelyiknek nem a misztikus elmélyülés a célja, hanem az állandó elmélkedő imából táplálkozó tevékenység, nem is zsolozsmáznak közösen a jezsuiták, hogy mehessenek, intézkedhessenek, hogy a világban aktívak lehessenek, hogy ez egy mindenütt bevethető csapatja legyen a pápának, ez volt Ignácnak az álma, egy Jézus divízió, csak aztán a nevét úgy fordították le latinra, hogy abból a szintelen társaság lesz, de ő hadosztályt képzelt el Jézusnak. Most ez az ember, ez a Szent Ignác, mikor már a rendje meg volt alkotva és terjedt mindenfelé, Rómában halt meg, és pedig olyan körülmények között, amik nagyon jó fényt vetnek az ő jellemére és a szentség eszményére, amit ő elfogadtatott a rendjével, az az alázatos, készséges engedelmesség. Ő súlyos beteg volt már egy idő óta, és egy este, érezve a halál közeledését, kérte a gyóntatóját, hogy lássa el szentségekkel. Titkárát hivatta, és közölte vele, hogy szeretné, hogyha eljönne az atya, és meggyóntatná, és föladná neki a beteg szentségét, mert közeli halálát érzi.
A titkár úgy ítélte meg, hogy korai még a halál beálltától félni, most késő este már ne háborítsunk senkit, majd holnap reggel elhívja. Ignác annyit válaszolt, hogy rendben van, én teljesen önre bízom magam. Hát engedelmességet gyakorolt egy olyan kérdésben, mint az ő halálos ágyán való szentségi ellátása, engedelmességet egy olyan emberrel szemben, aki neki nem volt előjárója, de mégis alárendelte az akaratát, mert egész életében ezt tartotta a szentség legnagyobb titkának, és az is. A titkár elment, lefeküdt, ott hagyta Ignácot egyedül, másnap reggel, mikor jöttek, holtan találták. Az egyház egyik legnagyobb alakja, aki az újkori egyház formálásában döntő szerepet játszott, kérése ellenére nem kapta meg a végső szentségeket, így halt meg. Ugye keresztelő János halála volt a mai evangéliumban, hogy milyen jelentéktelen dolog, hogy egy lány táncol a király előtt, és azért neki levágják a fejét. Ugye hogy egy mérhetetlen jelentőségű ember, akinél Jézus szerint nem támadt nagyobb az asszonyok szülöttei között, ugye úgy hal meg, hogy tetszik a királynak egy tánc. Valahogy Szent Ignác halála is ilyen, egy ilyen jelentéktelen. A jelentéktelenséget vállalt az egyház egyik legjelentékenyebb alakja, és az ő nagyságának az én szememben ez a, ahogy meghalt, ez a záró köve. Végsőkig alárendelte magát Isten akaratának, ami a másik ember akaratában fejeződött ki számára, és az egyház most már szentjei között tiszteli, biztos benne, hogy ez a halál szent halál volt.